A Mi Hazánk mozgalom csatlakozik ahhoz és azokhoz a bojkott felhívásokhoz, amelyeket civilek és közszereplők is tettek már. Azt gondoljuk, hogy meg kell állítani és el kell ítélni a Coca-Cola homoszexuális propagandáját, amely nem egy egyedi eset és nem csak a most kihelyezett plakátokról szól, hiszen maga a Coca-Cola ismerte be azt, hogy már két országban az azonos neműek házassága mellett is kampányolt, illetve számos országban támogatta a Pride-ot, a homoszexuális felvonulást. Azt gondoljuk, hogy egy üdítő ital gyártónak nem az a feladata, hogy politizáljon, nem az a feladata, hogy beavatkozzon az emberek magánéletébe, és nem az a feladata, hogy különböző devianciákat, társadalmi devianciákat erősítsen. A Coca-Cola térjen vissza a saját tevékenységi területére, ne támadja a családokat, ne támadja a hagyományos értékrendet, ne támadja a társadalmat. A Mi Hazánk mozgalom ezért csatlakozik a bojkott felhívásokhoz. És természetesen a Mi Hazánk mozgalom ennyivel nem éri be, hiszen látható, hogy a Coca-Cola sem állította le a kampányát azzal a fordulattal, amivel mostantól szivárvány színű üvegeket fog osztogatni, többek között a Sziget Fesztiválon. Látható az is, hogy nem szándékozik abba hagyni ezt a társadalom és családellenes kampányát, folytatni fogja. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom minden hétre be fog jelenteni egy olyan sajátos akciót, amellyel felkívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy ezt a kampányt le kell állítani, ez ellen a kampány ellen tiltakozni kell, és meg kell őrizni a társadalom, a családok, a hagyományos értékrend védelmét. Éppen ezért első akciónk jeleként ma azokat a hozzánk érkezett Coca-Cola termékeket, amelyeket szimpatizánsaink és tagjaink küldtek be a budapesti központunkba. Ezeket a Coca-Cola termékeket már megvásárolták, ezek ott voltak a hűtőben, vagy éppen a konyhájukban szimpatizánsainknak, szavazóinknak, de azt gondolták, hogy ezután a kampány után nem fogják meginni, elfogyasztani ezeket a termékeket, ezért elhoztam, visszahoztam ide a gyártóhoz. Egyébként is eddig csak azt tudtuk a Coca-Coláról, hogy az egészségre ártalmas termék. Most már azt is tudjuk, hogy nem csak a testünk ellen való vétek fogyasztani, hanem a szellemünk és erkölcsi világnézetünk, értékrendünk elleni méreg is a Coca-Cola termék. Ezért visszahoztam ide a gyártóhoz, és itt fogom kiönteni a Coca-Cola bejáratához. És innentől kezdve minden héten a Mi Hazánk mozgalom valamilyen akcióval készül. Ott leszünk a Sziget Fesztivál bejáratánál is. Tájékoztatni fogjuk az odaérkezőket, onnan távozókat arról, hogy milyen társadalomellenes, deviáns kampány részévé teszik őket, miközben ők valójában a jegy megváltásával csak szórakozni szeretnének a Sziget Fesztiválon. Tehát akkor az első akciónkat meg is kezdem, és a budapesti központunkba szimpatizánsainktól érkezett korábban megvásárolt kólát, azt ide fogom önteni. Éppen jön is egy kamion, úgyhogy ez visz innen a mérget. Eddig ugye annyit tudtunk róla, hogy ahogy mondtam az előbb, a testnek ártalmas, de mostantól tudjuk azt, hogy a szellemnek is árt. Erkölcsnek is, hagyományos értékrendnek, és minden egyébnek. Az lesz egyébként ennek az akció sorozatunknak a szlogenje, hogy Zero Coca-Cola, Zero homoszexuális propaganda. Mostantól lesz csak érdekes. Pontos, hogy a szilárd burkolatra öntöm, a növényeknek nem szeretnék ártani vele. És arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogyha mások is úgy gondolják, mint a Mi Hazánk szimpatizánsai, hogy a korábban már megvásárolt Coca-Cola termékeket nem kívánják elfogyasztani, akkor nagyon szívesen, ha kell, akkor hetente ide is eljövök, és
Én ennyi munkát, feladatot mindenképpen felvállalnék, hogy az összeset ide visszaöntjük a gyártónak.